Zorro, 29. rész. Quintana dönt. Magyar hangok. Borbé László, Makai Sándor, Radó Döniz, Kristóf Tibor, Bognár Zsolt, Íj és Barna. Magyar szöveg Kálmán Judit, szerkesztő Kovács Katalin, hangmérnök Dobó Ferenc, rendezőasszisztens Kertész Andrea, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából az Atrium stúdióban készült. Csatangol a téren! Káplár, jó hallottam, hogy egy medvét látott. Igen, igen. Üdvözlöm, barátom, mit keres itt? Bocsánat, elfelejtettem a csüket. Na jó, nyissák ki a kaput, hadd lövöm le. Nem nyitja ki, amíg nem mondom. Egy medve van ott, még meglóghat. Hol van most? Ott balag a kút körül. Mindig szerette volna egy medvebőrt, káplár. Most nyissa ki. Hogyan nyitva? Ostoba, ott csukhatta be mögöttem, és ha elhibázom. Ha az őrmester úr megengedi, hogy én intézzem. Nem, én akarom lelőni. De maga is maga jöjjenek velem, arra az esetre, ha elhibáznám a lövést. Valaki, gyorsan! Nyissák ki a kaput!
kétszer is próbáltam lőni, de ez az ostoba muskéta nem sült el. Az enyém sem. Valami hiba történt. Sent igaz, de ha valami működik, az szinte már gyanús. Káplár. Láttam már egy muskétát bedugulni. Láttam már két muskétát bedugulni. De olyat még nem láttam, hogy minden muskéta csütörtököt mondjon, mégpedig szerdán. Soha nem hallottam még ennyi üres csattanást. Gondolja, hogy a puskaporunk átnedveshetett? Ez nem vizes, örmester. Akkor miért mondtak a muskéták csütörtököt? Nagyon furcsán fest, de nem nedves. Furcsán fest? Ezt meg hogy érti? Nem olyan, mint a puskapor. Nem is olyan a szaga, mint a puskaporé. Nem is úgy működött, mint a puskapor. Kóstolja meg, hogy az íze rendben van-e. Na? Nem lennék biztos. Egyen még egy kicsit belőle. Na, olyan az íze, mint a puskaporé. Nem tudom, őrmester. Nem rémlik, hogy valaha is kóstoltam puskaport. Hát! Már értem, miért nem sültek el a muskéták. Ez tiszta faszénpor. Hogy lehetne faszénpor? Most nyitottam fel egy érintetlen hordót. Márpedig, amit maga felhozott, az faszénpor. Van nekünk faszenünk is. Hát hogyan volna faszenünk? Hát persze, illetve nincs. Hogy lesz egy hordó puskaporból váratlanul faszénpor? Én tudom. Tudja? Emlékszem, kisfiúkoromban volt egy hordó borunk, de amikor állni hagytuk, átalakult ecetté. Hogy jön ez ide, káplár? Hát túl sokáig hagytuk állni a puskaport, és átalakult faszénné. És egy ekkora medve volt Don Diego. A többiek mind berezeltek, rohantak vissza a laktanyába. De én azt mondtam nekik, nincs mitől félni. Én az őrmesteretek, Demetrio López Garcia, megvédelek benneteket. Én se látta volna Don Diego, ahogy becserkíztem azt a medvét, nem hitt volna a szemének. Tudja, ahogy itt hallgattam az elbeszélését, őrmester, már azt is alig hittem. Mindig szerettem volna egy medvebőrt a padlóra. Úgyhogy elindultam, és ha sikerült volna elkapnom. Miért nem lőtte le? Lyukasszam ki ezt a drága medvebőrt. Ebben tényleg van valami. Őrmester, van valami gondja? Nincs, Don Diego, nincs. Don Diego, maga szerint igaz, ha a puskapor sokáig áll, faszín lesz belőle? Természetesen nem. Ki mondott magának ilyet? Senki, csak úgy gondoltam. Ó, szóval ez az oka a történetnek, a muskéták bedugulásának. Faszént használtak puskapor helyett. Nem is igaz, hogy a muskétáink bedugultak. Nem is így volt. Mellesleg, onnan tud maga mindenről. Bernardo ott volt, emlékszik? Don Diego, én nem tudom, mit tegyek. Őrmester, mi ez a nagy gond? A mi puskaporunk nem is puskapor, hanem faszénpor. Csak úgy néz ki, mint a puskapor lenne. Úgy érti, valaki ellopta a puskaport a laktanyából, és kicserélte faszénporra? Psst! Megkértem az embereket, hogy ne említsék senkinek. Nem lenne szerencsés, ha az ellenség megtudna, hogy nincs is puskaporunk. Nagyon bölcs döntés volt, őrmester. Nem véletlenül vagyok én a kapitány helyettese, Don Diego. Osztom a nézeteit, őrmester. Mondja csak, ki férhet hozzá a puskaporhoz? Hát, mindössze 4 ember. Toledano kapitány, Reyes káplár és jó magam. De ez csak 3, ki a negyedik? Hát ez az, amit nem tudok. De ő lesz az, aki megfújta a puskaport. Őrmester, szerintem jó ötlet lenne, ha kikérdezne mindenkit a laktanyában. Megtudnánk, látott-e valaki bármi különöset, és van-e fogalma arról, hogy ki csinálta a cserét? Igaza van, Don Diego. Ha megengedi, vissza is megyek a laktanyába, és megkezdem a kihallgatást. Köszönöm, Don Diego.
Reyes káplár, jöjjön be! Üljön le! Káplárom! Hol járt tegnap este úgy 7 és 10 között? Halljam! Magával voltam. Nem érdekel az alibija, a kérdésemre válaszoljon. Nem emlékszik, őrmester? Átsétáltunk a pékségbe, én elbeszélgettem a pékkel, maga közben beoson. Sssst! Muszáj mindent kifecsegni. De hát kérdezte. Igen, ez igaz. De egy kicsit hazudhatna, mint egy úri ember. Megtudott valamit, őrmester? Igen, hallottam ezt-azt. Azt beszélik, hogy egyik katonám Mendoza múlt éjjel 14 pesót vesztett szerencsejátékon. Morales katona beszél álmában, és szegény Sotelo pedig gyakorlatilag semmit sem alszik, mert azt kell hallgatni, amit Morales álmában beszél. De mi köze mindennek az ügyünkhöz? Barátocskám, nem értett meg semmit az egészből. Ezek az apróságok egyenként talán nem is olyan fontosak, de egyszer csak összeáll a kép, és akkor mindent megért. Jó dolog az, amikor összeáll a kép, nem? Aj, káplár, nem tudom, mit tegyek. Most védtelenek lettünk, hogy megbudjant a puskaporunk. Toledano kapitány azt mondta, hogy a király ellenségei alig várják a támadás pillanatát. Túl nagy a felelősség a vállaimon. Azt hittem, hogy kellemesebb lesz parancsnokoskodni, de hát... Talán rá fog jönni, hol a puskapor. Sajnos már nem. Maga az utolsó katona, akit kikérdeztem. Feltette a kérdéseit Szenyora Toledanónak is? Mucson már, ő a parancsnok felesége. Azt mondta, ki fog kérdezni minden személyt a laktanyában. És ő is személy. Ez itt is lakik, mint tudjuk. Akkor én most megyek is. Tessék. Bocsásson meg, szenyorra, de nekem így parancsnokként ki kell kérdeznem mindenkit a laktanyában, ebben beleértve önt is. Szabad. Mi az, amit tudni kíván? Tud nekem, nagycsád, valamit mondani arról, amit esetleg látott? Valahol. Észrevett valami feltűnőt? Valami olyat, ami ne talán megesett? Nem értem a kérdést. Mire gondol? Például tudja, hogy kell játszani... Nem, ez nem jó. Hallott esetleg akármiről? Nem hallottam én semmiről. Sajnos én sem hallottam semmit arról, hogy hová tűnt a puskapor a laktanyából. Egyetlen dolog hagyta el az épületet mostanában, az a két nagy láda, amit ön küldetett valahová. Azokat a férjem tudtával vitettem el. Nincs itt elég szoba, hogy kényelmesen elférjek az összes holmimmal. Hadd álljon a fogadóba, amint fölösleges. Én megértem ön, szenyóra, csak biztos az, hogy azok női holmik voltak. Hogy mer ilyet mondani a kapitány feleségének? Azzal vádol, hogy ellensége vagyok a királynak? Jaj, szenyóra, nem mondtam én semmi ilyet. Ha ezzel befejezte a kikérdezést, őrmester, átmennék a fogadóba, hogy megnézzem a férjem holmia. Rendben van-e? Elegem volt. Csak időkérdése, hogy az őrmester rájöjjön, hogy a ládák tele vannak puskaporral. Nem tehetünk semmit, ha kiderül, hogy nálunk van a puskapor. Van újabb híre a sastól? Igen. Megtudta, hogy a másik rakomány puskaport visszaszerezték a katonák. És nagyon mérges volt. Azt hitte talán nem. Tudja jól, hogy több támadást is tervezett a következő hétre. De ha nincs elegendő puskapor, akkor oda a terv. El kell halasztani a hadműveleteket Monterrey és San Diego között. És így is fog történni, nincs más hátra, el kell bánnunk az őrmesterrel. Bízza csak rám, nyugodtan, majd elintézem. A sas elégedett lesz. Végzek én a dagadt őrmesterrel, meglátja. Meg akarják ölni? Nincs más megoldás. Ez az én specialitásom. Eltakarítom az embereket a sas útjából. Most is csak egy problémám van, de se baj. Mi az? Hogy a megboldogult nem fér majd be a koporsóba.
mozduljon, szenyor! Csak nyújtsa szépen a kezét a feje fölé. Higgye el, a férje megtanított, hogy kell bánni a pisztollyal. Szóval, maga a híres Zorro. Beszorult, mint egy egér a csapdába. Maga, meg az őrmester életveszélyesen kíváncsi emberek. Gondolja, hogy ez az egyetlen hely, ahova puskaport lehet rejteni? Azt hitte, hogy ugyanaz a trükkje kétszer is bejön? Engedje meg, hogy benyúljak a zsebembe. Van nálam egy sastól, amit szeretnék megmutatni. Gondolom, ettől kissé megváltozik a véleménye. Maga valójában nem az igazi Zorro? Engedje meg végre, hogy igazoljam magam. Ha ez is egy trükk, szenyor. Figyelmeztetem, hogy hamarabb megjárja, mint a dagadt törmester. Nem tudom, hogy hogyan és miért keveredett mindebbe szenyorra. De ez egy rettenetes összeesküvés, amiben nem vehet részt egy parancsnok felesége. Segítenie kellene nekünk, szenyor Zorro, nem pedig ellenünk harcolnia. Mindent Kaliforniáért teszünk. Gyilkosság, árulás, nyomorúság, amerre nézek. Ettől virágzik majd fel Kalifornia? Az emberek lusták, letargikusak, elégedetlenek. Olyanok akár egy birkanyári. Egyetlen reménye Kaliforniának egy erős ember. Ha maga ezt elhiszi, szenyora, akkor alaposan bolondá tették. És a kedves az élete. Magyarázza meg, mire célzott az őrmesterrel kapcsolatban. Mi baja van velem, hogy azt mondtam, dagadt? Mit akar velem üvelni, mondja? Mi történik ott le? Szenyora, én most azonnal megfojtom a saját sájával, ha csak egyet is pisszem. Ha élni akar, ígérje meg, hogy hallgat, amíg távozom innen. Becsület szavára? Rendben. Tiszteletben tartom önben a spanyol hölgyet. Segítség! Itt van Zorro! Most mászik ki az ablakon a boros pincéből! Egy szót se, káplár. Zorro vagyok. Zorro? Hol van García őrmester? Nincs itt, szenyor. Zorro. Hová ment? Ez élethalál kérdése. Elmennék az előbb Quintanával és Fuentes-szel. Együtt próbálják visszaszerezni a puskaport. Mikor mentek el? Talán egy órája. Vagy csak fél volt az. Nem is tudom. Rendben van, káplár. Forduljon arccal a fal felé. És ne merjen hátrafordulni, amíg el nem számolt legalább 100-ig. Különben levágom a fülét. Egy. Kettő. Három. Négy. A hely, uraim! Itt rejtették el a puskaport? Ez az a hely, őrmester. Ide van rejtve a sziklák közé? Hamarosan meglátja. Most pedig szálljon le, gyalog kell tovább mennünk. Higgy el, mindjárt ott leszünk. Nem lehetett könnyű idáig elhozni. Igazam van, uraim? Jól mondja. Így kell várnunk, őrmester. Üljön le, és tartsa készen létben a fegyverét. Le ne vegye a szemét az útról. Meddig kell figyelnem az utat? Csak figyeljen jól, és szóljon, ha lát egy megrakott szekeret. Egy szekerettel is teli puskaporral, ugye jól mondom? Jó. Elég messze vagyunk az úttól? Ne aggódjék. Visszamegyünk a városba, és jelentjük, hogy amikor utoljára láttuk, a hegyeket járta és kergette Zorrót. El fogják hinni az emberek, hogy Zorro hátba lőtte az őrmestert? Azt hiszik, amit mondunk. Ez egy testes pasas. Egy lövés nem végez vele. Ha úgy hozza a szükség, duplázza rá. Persze. Zorro! Őrmester,
Ez egy csapda! El akarták intézni magát! Jaj, szennyor Zorro, ez félreértés! Az urak jó barátaim! Azért jöttek velem, hogy visszaszerezzük az ellopott puskaport! Ne nagyon mutassa magát, őrmester! Túl nagyra nőtt célpontnak! Maradjon ott, ahol van! Elvettem a puskaporát! Enrique! Őrmester, egyet azért nem értek az ügyben. Ha hárman voltak ott, hogy szökhetett meg Zorro mégis? Ezt én se értettem, Don Diego. Képzelje csak el! Már majdnem rátettem a kezem. És akkor? Fogalmam sincs. Már majdnem ott volt a kezem a nyakán. És akkor csak arra emlékszem, hogy ott vagyok a téren, és Reyes káprál egy vödör vizet zúdít a fejemre. Tudja, hogy az a kazember Zorro mit mondott nekem? Képzelje el azt, hogy a jó barátaim Señor Quintana és Señor Fuentes megpróbáltak hátba támadni, pedig ha tudná, hogy ön nem